Oké, nem egész értékelhető derbi kerekedett az FTC UTA labdarúgó bajnoki mérkőzésből, amelyen a zöldfélek otthon simán nyertek 3-0-ra, nem tudom, félénk lilák ellen, mindez egyelőre a tabella végén történt, úgyhogy a múlt és a jövő is téma két hivatásos szurkolóval, a zöld sarokban Kós János énekes előadóművész, az örök lila pedig Havas Henrik média tanár úr. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt, no, hát kín voltatok? Nem. Otthon néztem. Kín voltam. Henrik, szomorkodtál? Nem. Amikor tavaly lealáztuk a Fradit 6-0-ra, akkor sem voltam különösebben boldog. Most gondold végig, ezzel a győzelemmel a Fradi feljött az Újpestre 11 ponttal, alig 24-en vagyunk lemaradva 11 meccs után. A gólarányunk mind a kettőnek negatív, azt hiszem 11-15 a Fradinak, tehát 17-15 kapott. Még 24-et kaptunk, és nem is tudom, hogy nem is érdekem értük. Ez egy katasztrófa. Tehát ennek a meccsnek a jelentősége körülbelül annyi volt, mint a Hajdúhatháza, a Nyéklátháza mérkőzés, tehát ez egy katasztrófa. Egyébként pedig a fiatalok, hát valóban hiányzott a Vermes és a Takács, középre nem akarom bántani ezeket a fiatalokat, ennyit tudtak, hát egy katasztrófa volt. Meg voltak ilyenben, János? Azért szomorú, hogy tényleg ez egy úgymond alsóházi, tehát, hát nem tudom. Mi egymást szoktuk cukkolni. De most nincs az hangulatunk. Nincs az hangulatunk. Sajnos, hát hála jó Istennek azért a Fradi győzött. Itt a futballal van baj inkább én. Én azt hiszem, hogy a futballal van baj. Nagyon, nagyon nagy ünnepek voltak. Hát nézd meg, mi van rajtam. Nincs meleged? De melegem van. Hát le is veszem. Na szóval igen, tehát ott tartunk, hogy most itten senki nem örömködik igazából. Hát annyiból, én olyanokat mondok, hogy nem tudom, ne haragudj, hogy megkérdezem, hányba születtél? Igen. 49-ben. Na akkor elmondok neked egy meccset. 47-ben kint voltam egy meccsen az apámmal. Perecesen játszott a Fradi. Ez valami Miskolc környékén. Igen, 8 kilométerre van egy kis idő. És apámmal, mint őrjöndögő fradisták, mentünk minden. Kis vasúttal kellett fölmenni. És képzeld, de 3-0-ra vezetett a Pereces. És akkor volt egy gól, kérlek szépen, a Pereces játékos úgy felugrott, hogy nem tudott már mit csinálni, megfogta a hálót, és az egész kapu kidőlt. Meg kellett ismételni a meccset, ami 0-0 volt, de aztán ezt törölték, és csak azért mondom, hogy már 47-ben őrjöttő fradista voltam. Hát, hogy most az egész magyar labdarúgás. Szóval, amikor az ember önöket lát, hogy van egy Mezei György, aki bajnokságot nyer, kupát nyer, és akkor idehozzák ezt a lefejelős, ortörős embert, aki fogalma nincs szerintem. Állítólag sehol még nem töltötte ki az egy évet, amit aláírt. Uh-huh. Nem értem. Pintért, amikor kirúgták a Fradiból, ugye? Uh-huh. Bajnokságot nyert, kupát nyert, kirúgták. Henrik, ha már János szóba hozta, te hogy lettél újpesti? Csekszopóként, hátulgombolósként, hát pontosan így fater van. Miatt hogyan? Itt van, én pár száz méterre születtem a pályától, a Megyeri úton születtem. Ez a Fóti úton, hát a nagybátyám meg az apám kihortak edzésekre, és általában a Szuszával gurigáztam, meg mit tudom én. Persze, hát világos, hogy Újpest drukker voltam. Most is az vagyok, most is fel, hogy kikaptunk, de amit a János mond, szóval ez nem. Én egyébként járok meccsre, a Vác női kézilabda csapatának a meccsére járok, a Dunakanyarban közel van, a Zsófival, az unokámmal odajárunk, van izgalom, és elmondom, hogy mi a probléma. Oké, hogy elvitték tőlünk, hogyha most érted, a Vermes meg a Takács a két közösen sérült, de azért meg a Vaskó is annak idején itt volt, a Mitrovic, aki az egyetlen irányító volt, azt is elvitte a videót, mit izgassam magam, de a probléma nem ez. A probléma az, hogy a Vác elvesztette tavaly a Tóth Tímeát, a volt válogatott átlövőnket, a Sósrédei, a Herorsi elmentek, és második helyen vagyunk úgy, hogy nincs átlövőnk, és mégis hajtanak a lányok, óriási. Az Újpestnél ez az első félidő az rossz volt. A második félidőben, viszont az első 20 percben, mezőnyfölényben volt ez az Újpest, amelyik állítólag megijedt. Hát ez minősíti körülbelül a Fradit, meg az Újpest. Ez olyan dolog, hogy én soha nem fogom elfelejteni azt, hogy még zenész voltam, szóval klasszikus zenével foglalkoztam, és én a négyes villamossal minden Újpest meccsre kimentem.
Itt minden Újpest meccsen kimentem, soha nem volt bennem semmi rossz érzés, véres szájú fradista voltam, de minden Újpest meccsen kimentem, az MTK pályára kimentem, a Sándor Csikar miatt, a Göröcs miatt kimentem Újpestre. Hát én meg MTK meccsekre jártam, mondjuk a Kis Tibiék miatt, meg a Koritár miatt, abszolút azért, hogy élvezem a futballt. A jó focit. Na most, urak, mi a kiút? Ugyanis mondjuk, hogyha veszük az Újpestet, akkor van-e neked bánatod amiatt, hogy külföldi befektető kezébe került az Újpest, de van befektetője? Tehát az egyáltalán kérdés, nem hogy... vagyok benne biztos, hogy van befektetője. Vagy kvázi befektetője. Lehet, hogy egy, ez a fiatalember ez bulinak veszi, lehet, hogy valóban a fater adja neki a pénzt, lehet, hogy csak Stroman, és tulajdonképpen nem is történt sem. Mit tudom én, hát én ennyit nem hiszek el a mai magyar futball, ez a vicc kategóriája. Megmondom egyébként, hogy mivel értek egyet. Nagyjából azzal értenék egyet. Hétvégén direkt olvastam az újságot, hogy fölkészült legyek a mai napra. Nem kellene elengedni a 18-19 éveseket, mint a Simon Krisztián. Volt egy jó meccs a Fradi ellen, és már vitte a Feyenoord. Játszott, hogy 8 meccset, lelkileg megviselte azért. Ezeket a srácokat itthon kellene tartani 21-22-es korig. Ehhez persze az kellene, hogy legyenek nézők, a nézőkhöz reklámok, a reklámból bevétel. Na várjál, itthon kéne tartani, meg játszatni őket, nem? Tehát hát nem azt játszatni. Mondani a 19-20 éves gyerekekre, hogy még fiatalok ahhoz, hogy bevessék őket, mert hogy még, hát még olyan, élni. Olyanok, őket. Mint annak idején az Albert Flóri, a Benefer, 17 és fél 18-esen kezdtek, vagy a Fekete Laci, igen, vagy persze. Lehetne sorolni. Hát azok vagy a Messi, a az ritka. Azért valóban 21-22 évesen érnek be a játékosok, itthon kellene őket tartani. Hát most felsorolnám, hogy a hátvédsorból a Fehér Csaba, a Löw, hát lehetne sorolni a csupa válogatott játékos, aki ebbe az Újpest védelemben hát császár lenne. De hát nem, szóval itt alapvetően is a másik probléma. Budapesten nincs, annak idején a kis stadionban Újpest-Fradi jégkorong meccsek. A 90-es években az Újpest vízlabda csapata Beckett nyerte és világkupát, és amit akarsz, mindent megnyertünk. Egy MAFC Honvéd kosárlabda meccs az fantasztikus igen, volt. Igen, a Csepel röplabda csapata, ma semmilyen csapatsportágban ezen a rossz... Nincs hétvégi vonulás, hogy úgy hát nincs hova menni. Igen. Viszont nézd meg, ahol számít az, hogy otthon vagyok, és a csapatomnak drukkolok, ez egy körmendi kosárlabda csapat, Veszprémi kézilabda csapat, lehetne sorolni, Váci Budapest meghalt, vagy a Váci. Igen. Igen. De hát oda jártunk ki a kis stadionba, hát ott álltunk kérlek szépen a hoki, mert megőrültünk a hokiért, 10-12 ezer ember volt a kis stadionba. Ezért nem volt fedett, ott álltunk kint. De emlékezés, hát a Honvéd férfi kézilabda csapat a Beckett nyert. Igen. Hát most a gyerek, az unokáimat el akarnám vinni, hogy nézd meg ez a jégkorong, ez a röplabda, ez a kosár, hát nincs hova menni, ez egyszerűen katasztrófa. Na most János, azt mondd meg, illetve mondjátok meg, hogy szerintetek, megint csak továbbra a befektetőknél maradva. Ugye a Fradinál most próbálkoznak azzal a modellel, hogy nem kell ide egy nagy tulajdonos, hanem hogy összeszedni a szponzor pénzeket. Működhet ez? De én nem vagyok üzletember, nem is nagyon értek hozzá, megmondom őszintén. Én csak azt tudom, hogy a legszomorúbb az, hogy nézel egy Győr Videoton meccset, vagy itt tudom, milyen meccseket, nézel ezeket a meccseket, és akkor Icsics, Micsics, Utupicsics, Kakomicsics, ilyen felállás van, és a magyarok, hát szóval nincs, nem tudom, nem, nincs utánpótlás, illetve azért, ha valaki azért jó. Azért örülnétek ki egy Páncsicsnak. Nem, igaza van egyébként, szóval nem túl jó képességű, brazil, szerb, horvát, játékos. Sehol nem kellenek, akkor Magyarországon leszhezzük. Most azt mondták, hogy a Fradi pályát lebontják és építenek újat. Ennek nagyon örülök. Nem vagyok benne biztos, hogy meg fog történni. Ahogy látva a magam körüli eseményeket. Hát azt mondom, ez itt bizalmi kérdésről van szó, nem? Tehát amit te is mondtál, hogy jön egy befektető, van egy hír, hogy pályát építenek, hát most elhiszitek? De hogy örültünk ennek az angolnak? Igen. Hogy jön? Kész. Ez a Menkép nevű fószer. Igen. Egyébként lesz nektek pályátok nyugalom. Viktor eldöntötte, lesz pályátok. Kész. Viktor... Így kaptunk mi is pályát. De ne Viktorozzál, mert ő minden videóton meccsen látom. Na de várjad. Igen, és rajta kívül vannak még 3500-an. De most Henrik az fáj, hogy elhagyott titeket? Fáj. Igen. Igen, ha a miniszterelnök úr még valamit lenne. Viccelek egyébként. De tényleg valóban ez van most, annak idején Tornyán, most Kubatov úr, a statisztikus Fradi pártigazgató került oda.
próbálja sarcolni ezeket azokat állami pénzeket. Most Debrecenbe építeni pályát, ahol majd válogatott meccseket, Jézus Mária, nem a Népstadiont építik át, nem, Debrecenbe. Szóval ez az állam megmondja, hogy mit akarok, és mi a jó a futballnak, én ettől megőrülök. Bánom én, legyen nekik pályájuk. Az, az volt a legszebb, amikor pályavató volt, és a Fradi a Müller-Sanyi góljával. Csak úgy győzött. Tudom, én kim voltam. Én sajnos nem, de nagyon majdnem minden meccsen kim voltam. Egyet tudok neked mondani, hogy én milyen fradista vagyok. Én tudom, hogy ő milyen Újpest drukker. Mi nagyon jó barátok vagyunk, csak néha cukoljuk olyan, hogy zöldbe jön reggel. Igen, csak cukoljuk egymást néha. Kérlek szépen, Rio de Janeiro-ba voltam. Énekelni, nem tudom miért hívtak meg, de meghívtak. Bágyi Andrással és Fényen Szabolcsal voltunk kint, és olyan szerencsém volt, hogy én szombaton énekeltem a Maracana sportcsarnokban, az egy ilyen nagy fesztivál volt, sokan voltak, és másnap volt a Maracanában a Fluminense Flamengo döntő. Nem voltunk sokan, 210 ezeren. Kaptam egy jegyet, nagy nehezen el tudtam intézni, kaptam egy jegyet, alig láttam valamit a üzébe, mert díszpáholyba ültem, és a felettem lévő állandóan jöttek a konfettik, és állandóan nem láttam. És akkor odamentem a tolmácsnőhöz, és mondtam, ne haragudjon nekem, szombatra haza kell érnem, mert olyan fontos televízión van. Intézzel, hogy ne hétfőn induljak el. Hát ez nehéz lesz. Most Rióba akkor, ez nagyon nehéz volt. Megint egy Fradi Pereces meccsre ment haza. Nem azért, nem. És akkor nagyon nehéz elintézte, akkor felszálltam a repülőre, elmentem Dakarig, ott át kellett szállni, onnan elmentem Madridig, át kellett szállni, onnan Zürichig át kellett szállni, onnan elmentem Bécsig, és Bécsből már nem tudtam jönni haza. Akkor nem úgy volt, hogy felültél egy buszra és átjöttél Bécsből, hanem akkor fel tudtam ülni egy kis malév gépre, aki egy valamilyen arab ember szállított, és mondták, hogy csak üljek le a hátsó sorba, mintha ilyen őrzővédő ember lennék, és ott leültem, hazajöttem a Komló Fradi miatt. Na hát majdnem eltaláltam, Erik, a végére értünk, annyit mondjam meg, hogy szerinted még látni fogod a magyar foci feltámadást úgy rendesen, amikor azt mondja az ember, nem is az eredményt, hanem az, hogy biztató, hajtanak, jó, igen, ügyesek, fiatalok, csinálják. Hát nem hiszek a csodákban, bár voltak csodák, mert Marseille után 86-ban mi vezettük a világranglistát, listát, és emlékszem, 86-os VB előtt a számítógép az dobta ki, hogy a legesélyesebbek. Hát ugye idegenben megvertük a hollandokat, itthon a brazilokat, abszolút, tehát van lehet minden, nem tudom, lehet, miért nem? Csak jó, kéne lássuk. Hát igen, ez egyébként még nem az volt. Hogy nem látjuk, tudod? Köszönöm szépen. Hát ennap sok meccset végignéztem. Nem látjuk. Más. Végignéztem a Manchester City, Manchester United-et. Más volt. Teljesen más játék. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szívesen.